A francia művész 3 éve hunyt el. A kiállítás kurátora Thierry Raspail, a Jacques Villiglé örökség tiszteletbeli főkurátora, a Lyoni Kortárs Művészeti Múzeum és Biennale létrehozója, valamint Fekete Vali műkritikus esztéta, a Zsök vizuális művészeti vezetője nyitotta meg. Nagy öröm számunkra, hogy megnyithatjuk Jacques Villiglé első magyarországi kiállítását, ami Pécsen került ebben a formában először megrendezésre. A kiállítás különlegessége nem csak az, hogy először rendeznek Jacques Villiglé kiállítást Magyarországon, az A21 galériában, hanem az is, hogy még soha nem volt olyan kiállítás a Jacques Villiglének, ami az egész mű minden egyes részéből felvonultat különböző elemeket. Jacques Villiglé. A Város falain című kiállítás egy kivételes, több mint 140 alkotásból álló együttest vonultat fel, amely 1947 és 2021 között készült. A tárlat a Jacques Villiglé munkásságának minden aspektusát bemutatja. Villiglé volt az első művész, aki az utca nyelvét bevitte a múzeumba. Bizonyos értelemben ő volt a névtelen emberek által létrehozott városi költészet első szószólója. Sok street art művész számára ő egyszerre előfutár és viszonyítási pont. A kiállítás a művész munkásságának minden aspektusát bemutatja. Közvetlenül az utcáról származó tépet plakátok, a falakon talált grafitikből, filmekből, matricákból, kriptográfiákból, kódolt üzenetként megfogalmazott rajzok, ragasztásokból származó ABC-k. Jacques Villiglé 1949-ben készítette első szakadt plakátját, 1950-ben az első filmjét, 1969-ben pedig az első szociálpolitikai grafikáját. Ezeket vászonra, palatáblára vagy háromdimenziós szoborban, majd pedig közvetlenül a falakra készítette óriási sablonok segítségével. A tárlat szeptember 22-ig megtekinthető Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyed M21 galériában. A kiállításról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.